Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. Megújult a Fertőszéplaki Széchenyi tér, ünnepélyes keretek között adták át vasárnap délelőtt. Testvérvárosi kapcsolat kismartoni diákokat fogadott Sopron polgármestere. És adó 1+1% nagy segítség a civil szervezetek és a vallási közösségek számára. Megújult a Fertőszéplaki Széchenyi Ferenc tér, amelyet vasárnap adtak át ünnepélyesen. A tér átadása előtt dr. Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke megáldotta a megújult Mindenszentek templomot. Az ünnepélyes térátadó előtt dr. Veres András megyéspüspök celebrálta az ünnepi szentmisét a megújult tér előtt álló Mindenszentek templomban. A közel 100 millió forintból megújított tér átadóján Fertőszéplaki óvodások ünnepi műsorra lepték meg a közönséget. Az átadón Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédében hangsúlyozta, napjainkban is nagy szükség van a keresztény értékekre. Mindazok, akik közösséget vezetnek, közösségben élnek, azok hazájukat tiszteljék és szeressék, azok amennyire lehet, mind idejükből, energiájukból, hogyha lehet, akkor vagyonukból is a hazára fordítsanak, illetve támogatást adjanak, és legalább olyan fontos az az, hogy becsüljük meg azt a fantasztikus lehetőséget, amiben most benne élünk, hiszen elmúlt 10-15 évben olyan beruházások valósulhattak meg szerte az országban, mint most itt Fertőszéplakon is, és ezt csak békességben tudtuk megtenni. És hogyha békesség van, akkor minden van, akkor a közösség erős, akkor fejlődni tudunk, és mindazok, akik ez ellen tesznek, azok meg óriási nagy bűnt követnek el a társadalommal, nemzettel, de hozzáteszem az egész emberiséggel szemben, és nyilván őket vissza kell utasítani, el kell utasítani, illetve vissza kell szorítani. Talán ez a üzenet ennek a mostani ünnepségnek, és tényleg csak köszönni tudom mind a település vezetőinek, mind pedig a kivitelezőknek ezt a fantasztikus beruházást, érdemes ide eljönni. Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője kiemelte, a tér példamutató megújulása egy komplex fejlesztési folyamat része. Sok kötődésem van Fertőszéplakhoz, és nagyon büszke vagyok arra a több mint 500 milliárd forintos kormányzati támogatásra, amivel az elmúlt 10 évben itt a templomdombon csodát tudtunk tenni. Teljesen megújult a Széchenyi kastély kívülről, belülről, a templomot felújítottuk, a kálváriát, a ligetet, és most a mai napon pedig az új teret, parkolót és a felújított utcát tudtuk átadni. És külön kiemelném, hogy a Fertőtáj és a Natura 2000-es vidékhez méltó az, hogy a villanydrótokat is sikerült a föld alá levinni. Azt gondolom, így ez a templomdomb a Fertőtáj egyik ékessége lett. Az eseményen Kobor Attila, település polgármestere, történelmi helynek nevezte a teret. Beszédében a felújítás fontosságára is kitért, amely nem csak a teret, hanem a környékét is érinti. Mára a kastély megtelt élettel. Itt van a Vidékfejlesztési Egyesület központja, a Helyi Védjegy központ, az Alpokalja a Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület központja, Fertőtáj Világörökség központja, a Világörökség értékeit bemutató Pejszonai Látogató központ, és itt van a település rendezvényeit befogadó rendezvénytér, ahol közösségi rendezvényeket, ünnepségeket, művészeti kiállításokat és koncerteket, valamint esküvőket tartunk. Most pedig elkészült a Széchenyi Ferenc tér felújítása. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy nekem az ilyen napokon nagyon egyszerű feladatom van. Csupán köszönetet kell mondanom. Köszönöm Magyarország kormányának, hogy szívén visel a vidéki Magyarország fejlődését, ezeket a forrásokat a vidéki régiók rendelkezésére bocsájtotta. Köszönöm egykori és jelenlegi országgyűlési képviselőinknek, megyei közgyűlésünk elnökének, hogy ezeket a forrásokat ebbe a régióba kiharcolták. Az ünnepi beszédek után dr. Veres András megyéspüspök megáldotta a megújult teret. Az új közösségi tér átadása mellett az ünnepség keretében megemlékeztek a tér névadója, gróf Széchenyi Ferenc születésének 270. évfordulójáról is. Ennek keretében leleplezték Széchenyi István édesapjának emléktábláját is.
Kismartoni diákokat fogadott hétfőn délelőtt a Városházán dr. Farkas Ciprián polgármester. Az esemény a két település közt fennálló testvérvárosi kapcsolatok elmélyítését szolgálta, valamint azt, hogy az eisenstadti diákok megismerjék a város történelmét. Figyelmesen hallgatták a Kismartoni Egyházi Gimnázium tanulói dr. Farkas Ciprián előadását a Városházán. Sopron és Eisenstadt között 2002 óta áll fenn testvérvárosi kapcsolat. A polgármester kiemelte, hogy a közös történelem mellett kulturális, illetve oktatási szálak is kötik Sopront Kismartonhoz, ezért fontos a testvérvárosi kapcsolatot ápolni és fejleszteni. Meggyőződésünk, hogy sokkal több köt minket össze velük, mint ami elválaszt, és számos közös kapcsolódási pont van, nem csak manapság, hanem a történelmünkben is. Most egy általános iskolai diák csoport érkezik, csak nem 50 fővel, őket várom a díszterembe, és fogom őket köszönteni a barátság jegyében, és hogy egy kicsit Sopront is bemutassuk számukra, hogy jobban megismerjék azt, meg aztán el fogjuk nekik mondani azt is, hogy 3. Ferdinánd királyunkat itt koronázták a Boldogasszony templomban a főtéren, és ő adta meg a Szabad Királyi Városi Rangot Eisenstadtnak. Kíváncsian várom, hogy tudják-e majd erre a választ. Harald Strassel, a diákok kísérő tanára elmondta, hogy két osztállyal érkeztek Sopronba. Látogatásuk célja, hogy megismerjék a helyi történelmet, és megtekintsék az ehhez köthető nevezetességeket. Mert sokszor csak az osztagoldat ismernek, vagy a bevásárló központok, belvárost inkább nem, és azért is a fontos történelmi dolgok nézünk meg. Azt jelenti, hogy itt a városban most már a Zalmemisi Tíba emléktáblát megnéztük, hogy a 45-ös embermentés. Előtte a Szent Margrethen és Feltörákosi emlékparkban voltunk, mert osztrák oldalon sajnos nagyon kevés van, de ez az emlékpark nagyon jó, hogy magyarázunk nekik, hogy mit jelentett ez a történet, ez a 1989. Ma még Stadtendorfba menjünk, hogy megnézzünk ott az osztrák történet 29-ben. Sopronnak világszerte összesen 11 testvérvárosa van, egyebek mellett Németországban, Olaszországban, Finnországban és Japánban is. A Soproni Polgárőr Egyesület megtartotta 5 évenként előírt szokásos tisztújító közgyűlését. Ezen az összejövetelen Víg József Attila bejelentette, hogy nem kíván indulni az újraválasztásért. A korábbi elnök 28 éven keresztül vezette az Egyesületet. A közösség az elmúlt évtizedekben végzett kimagasló munkájáért örökös tiszteletbeli elnöki címet adományozott a volt elnöknek. Az új elnöknek Erényi Ottót választották meg a tagok. Gyermekek gyógyítására, valamint állatmenhelyek számára adják a legtöbben adójuk 1%-át. A támogatott szervezeteknek hatalmas segítséget jelentenek az adóforintok. A felajánlók évről évre milliárdok sorsáról dönthetnek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján megtalálhatóak azoknak a civil szervezeteknek, valamint vallási közösségeknek a száma is, amelyekről lehet rendelkezni. Idén is mindenki szabadon rendelkezhet befizetett adója 1+1%-áról. Az 1% felajánlható egy civil szervezetnek, további 1% pedig valamely vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak adható. A rendelkező nyilatkozat akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is benyújtható a NAV-hoz a 23.1. lapon május 21-éig. Az SZIA 1+1%-áról rendelkezni legegyszerűbben KAÜ azonosítóval, például ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV webes kitöltő programjában lehet. A vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak tett felajánlások érvényben maradnak. Ez azt jelenti, hogy a korábban tett formailag érvényes nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg másik technikai számos kedvezményezettet, vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza. A civil kedvezményezettek számára a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is évente kell megtenni a felajánlást. 2024. január 1-től nem vehető figyelembe a technikai számra tett, formailag megfelelő nyilatkozat akkor sem, ha a magánszemély az adóévet követő év május 20-áig, a 2024-es rendelkezési évben 2024. május 21-ig nem nyújtott be személyi jövedelemadó bevallást, vagy a benyújtott bevallása alapján nem keletkezett adóköteles összevonás alá eső jövedelme.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a honlapján közzétette azoknak a civil szervezeteknek az adószámát, valamint a vallási közösségek technikai számát, amelyekre érvényes felajánlást tehetnek az adózók. Tavasz elején kikeltek az első nyári ludak, valamint a bütykös ásó ludak, április végére pedig már a gyep területekre is kimerészkedtek. A vízpartokat kedvelő madarak állománya az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett, így akár egy kirándulás alkalmával is láthatók a fertőtájon. Szüleikkel együtt kelnek át a kisludak az úttesten. Ez segíti őket abban, hogy megtanulják az úton való biztonságos áthaladást. Pellinger Attila elmondta, hogy a nyári ludak tavak vagy folyók közelében élnek, hiszen ezek a területek kínálnak bőséges táplálékot számukra. Az első tojásokat általában március elején, közepén rakják le. Az utóbbi idők enyhe telein ez előre tolódott egy héttel, 10 nappal körülbelül, a fiókák kikelésének az előretolódásából látjuk ezt. Mivel nem elsősorban a melegtől függ, sokkal korábban azért nem fognak a jövőben sem költeni, és miután a fiókák elérik az anyányi kort, ez körülbelül május vége, a későbbi fészekaljaknál június eleje, akkor általában elrepülnek közösen valamilyen gyülekezőhelyekre, ez lehet éppen itt a fertő is, és a családok általában a következő fészkelési időszakig együtt maradnak, és egyik-másik fiók a későbbiekben is kísérgeti a már új kisebb fiókákkal a területen táplálkozó szüleit. Szintén a vízpartokat kedvelő, különleges megjelenésű, bütykös ásóludakkal is találkozhatunk a fertő környékén. Ez a lúdfajta kiválóan alkalmazkodott a klímaváltozás hatásaihoz, így állományuk az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett, tette hozzá a természetmegőrzési osztályvezető. Az ezredforduló előtt egy kimondottan ritka tengerpartok mentén, vagy a tengerbe ömlő folyók, partvidéke mentén költő, egyébként föld alatti üregekbe fészkelő madár, rókalyukakba, borzvárakba is beköltözik. A 90-es évek végén éppen itt a közelben volt az első ismert magyarországi költése. Mostanra viszont már rendszeres fészkerület, nem csak a fertőtornál, hanem sok helyütt másutt az országban. Egyébként egy nagyon szép színes madár, és általában nem is nagyon tart az embertől, tehát akik nemzeti parkjainkba kirándulnak, sok helyütt találkozhatnak velük. Ennek is viszonylag nagy számú fiókája van, úgyhogy arra lehet számítani, hogy jövőben egyre több élőhelyet hol. A nyári ludak hazai állománya a sok évtizedes védelemnek és vadászati tilalomnak köszönhetően a napjainkra jelentősen megerősödött. A fertőtó környékén körülbelül 170 madárcsaládot számoltak a Nemzeti Park munkatársai. Bartókos Alfréd emléktúrát tartottak a hétvégén a soproni parkerdőben. A Sopronvárosi Szabadidősport Szövetség természetjáró szakbizottság egykori elnöke 4 évvel ezelőtt hunyt el. Azóta minden évben egy túrával emlékeznek meg a soproni túraélet kiemelkedő alakjáról. A résztvevők a soproni hegységben 12 kilométeres távot tettek meg. Rendkívül kedvezett az időjárás a hétvégi természetjáróknak, akik a Tolvajárkon keresztül a Fehér Dániel forráson át egészen Hosszúbán falváig összesen 12 kilométert tettek meg. A Tolvajároknál Bartókos Alfréd emlékművénél a résztvevők Majsai Imléné túravezető szavait hallgatták meg, majd mécsesekkel emlékeztek a soproni túraélet kiemelkedő alakjára. A mai napon Bartókos emléktúrát szerveztünk a Frédi halálának évfordulója alkalmából, 4 éve hunyt el a szövetségünk elnöke, és ezért minden évben szervezzük ezt a túrát az ő emlékére. A család, ahol említett, egy emlékkövet állított, ezen a helyen minden évben a túránk mindig ezen a helyen halad el, és ilyenkor ezen a helyen megemlékezünk a Frédi barátunkról.
A természetjáró 2006-tól 2016-ig a Városi Szabadidősport Szövetség természetjáró szakbizottság elnökeként sokat tett a Sopron környéki erdők turistajelzéseinek folyamatos karbantartásáért, és irányította az azokkal kapcsolatos munkálatokat, mondta Majsa Imréné túravezető. Továbbra is maradnak a nyárias napok, az időjárásról részletesen híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége Szabó Edina sportszakpszichológus jelölt lesz, majd a Hajrá Sopron című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió hétfői híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Kedden szinte mindenhol derült időben lesz részünk, csak néhol jelenhetnek meg kósza felhők az égen. Esni sehol nem fog. Élénk, a Dunántúlon helyenként erős lesz a délkeleti szél. A legmelegebb órákban 23 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, csupán a délután második felében érkezhet több felhő a Dunántúli, majd északi tájak fölé. Sok felé élénk, helyenként erős lesz a keleti-délkeleti szél. Délutánra 22-27 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön a napos, gomoly felhős időben elszórtan záporok, délután a Dunántúlon egyre több helyen zivatarok alakulhatnak ki. Az élénk erős délkeleti szélben 20-25 fokra van kilátás.